Március 29-én hétfőn kezdődik az előkészítő osztályba való iratkozás első szakasza. A szükséges iratokat le lehet adni személyesen, el lehet küldeni postán, illetve online is be lehet iratkozni. A tanfelügyelőségek március 17-én teszik közzé az iskolai körzeteket, a beiratkozási tervet és az indítandó előkészítő osztályok számát, derül ki a tanügyminisztérium által közzétett módszertamból. Az előkészítő osztályt kezdő gyerekek szülei március 29-e és április 28-a között tölthetik ki és nyújthatják be az iratkozási űrlapot abba az iskolába, amelyikbe a gyerek felvételét kérik. Ez a járványhelyzetre való tekintettel fizikai találkozás nélkül is megtörténhet részletezte Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő helyettes. A szülők jelenkezhetnek és beiratassák a gyereküket online, vagy fizikailag is elmetnek az iskolába, hogyha kíváncsiak, akkor hogy meglássák, hogy hogy néz ki az iskola, vagy levél úton is. Úgyhogy minden, minden módszert mi elfogadunk. Május 11-e után kiderül, melyik gyerek hova került be, és az esetleg szabadon maradt helyekre besorolhatják azokat a gyerekeket, akik felvételét más tanintézménybe kérték, mint a lakhely szerinti körzeti iskola. Május 20-án közzéteszik az iskolákba beírt gyerekek listáját és a szabadon maradt helyeket. Az iratkozás második szakasza május 21-én kezdődik, amikor besorolják a gyerekeket a szabadon maradt helyekre. Június 4-én minden iskolai egységben kifüggesztik az előkészítő osztályokba felvételt nyert gyerekek végleges névsorát. Azon gyerekek helyzetét, akik valamilyen okból kimaradtak a beiratkozásból, szeptember elején rendezik. A rendelet tervezet szerint akár csak az elmúlt évben, idén sem kötelező minden gyereknek pszichoszomatikus tesztet végeznie. A járványra való tekintettel nem történik a gyerekeknek a pszichoszomatikus felmérése, csak azok számára, akik nem jártak óvodában, vagy külföldről Érkeznek. A többi gyerekek esetén, például azok esetében, akik szeptember és december között születtek, ajánlást kell kérniuk a szülőknek az óvodáktól, tehát azoktól az intézményektől, amelyek óvodát is irányítanak. A szaktanfelügyelő szerint Maros megyében a 2021-2022-es tanévre 1800 magyar diákot tartanak számon, akiket várnak az előkészítőbe, így 105 magyar osztály indulására számítanak.